Üdvözlöm nézőinket, önök a Sansz esélyegyenlőségi magazint láthatják. Mai összeállításunkban megismerkedhetnek Juhász Veronika paralimpikonnal, aki vívóként csapatban második helyezést ért el a 2012-es londoni paralimpián. A mozgáskorlátozott nevelőotthonban felcseperedő roma nő bárki számára példakép lehet. 73. hó 13-án születtem, Sátoralja új hely. Édesanyámot hagyott a szülőágyon, tehát én már eleve nem is tudtam meg, hogy mi az a családi kör. Ott hagyott a kórházba, ugye a kórházból pedig átkerültem nevelő otthonba, Sáta. Ósztól ilyen 15 kilométerre van amúgy, Sáta nevelő otthon. Oda kerültem, a szép gyerekkoraim kort töltöttem ott, majd utána átkerültem Sajóörösre. Na ott nagyon szép gyerekkorom volt. Nagyon jó barátnők voltak, a mai napig tartom velük a kapcsolatot. Majd onnan átkerültem Alsó-Zsolcára, intézetbe, ugyebár. Na, az viszont egy nagyon kemény élet volt, mert ott már ugye voltak nagyobb lányok, nem olyan kicsik, mint mi. A nyolcadikosok voltak a legnagyobbak, meg voltak szakmunkások is. Ott nagyon meg kellett harcolni mindenért. Tehát ez a kis családi kör, ami így az intézeten belül megvolt, az így megszakadt. Onnantól kezdve hierarchia volt, mint egyedüli mozgáskorlátozott voltam ugye Sátán is, Sajőrösön is, meg Alsó-Zsolcán is, mindig ki voltam taszítva. Ugye a nevelők mondták, hogy én minek megyek tovább tanulni, úgyse vesznek fel sehova, te mozgássérült vagy, hiányzik a lábad, nem vesznek fel sehova. Most amikor befejeztem a 8 általánost, ez így is volt. Sehova nem vettek föl. Bárhol, tehát elméletben mindenhol átmentem, viszont amikor jött az orvosi, hogy eltitkolt betegség, meg ilyenek, akkor ugye így mondtam, hogy a bal lábam tért fölött amputálva van, és azon nyomban így kihúztak az iskolából. És ezek után, ugye én még mindig hajtottam, hogy de én igenis, hogy tovább szeretnék menni tanulni, mert én nem szeretnék úgy járni, mint a többiek. Mert én nem tudom, honnan vettem, de valahol honnan tudtam, hogyha tanul az ember, akkor jobb lesz a sorsa. Ennél többet nem tudtam, csak ennyit. Majd ugye Budapestre kerültem föl, de minden kollégium megtelt, ezáltal dísznövénykertésznek vettek föl. Na most ugye ez nem igazán egy amputált embernek való szakma, de én annak ellenére elvégeztem a dísznövénykertész szakmunkás képzőiskolát. Majd utána el akartam menni érettségizni, de valahogy nem jött össze. Amikor anyám ugye ott hagyott a kórházba, ugye annyira nem emlékszek rá, hogy mi is történt velem, de azt tudom, hogy fejlődési rendellenességgel, meg állítólag még daganat is volt a lábamban, csak abban az időben nem lehetett ezt így kivágni, vagy kiműteni, ezáltal levették a térdemet, tehát nekem a combcsontom az teljes egészében megvan, csak pont a térdkalácsomtól hiányzik minden. Hát így család nélkül elég nehéz volt. Az, hogy nincs senki a hátad mögött, ráadásul épp emberek között vagy egyedül, mint mozgáskorlátozott, sokkal nehezebb minden, mert ugye a Sáta nevelő otthonban is, tehát ezekre annyira, pedig kicsi voltam, és annyira emlékszem arra, hogy fel akartam menni csúszdázni, úgy, ahogy a többi gyerek. Csúszdára szerettem volna menni, és nem engedtek, mert azt mondták, hogy te beteg vagy, neked oda le kell ülni a padra, és ott kell maradnod. És nem csak a csúszda, hanem a hinta is. Hát most a hinta az a mai napig a felnőtt emberek imádnak hintázni. Ugye, ahogy így lököd magad, és a szél, ahogy átsuhan a füleden, a testeden. Tehát az egy élvezet a mai napig is, és engem nem engedtek. Azt mondták, hogy te nem, te beteg vagy. Sehova nem engedtek. Egyedül homokozni engedtek, csak. Semmi más nem engedtek. Tehát ezek a dolgok, tehát tulajdonképpen a család az még nekem itt nem is volt fontos a számomra, mert ugye, hogy rengeteg gyerekkel voltam együtt, voltak játszótársak, hanem ez, hogy mindenből ki voltam taszítva, mindenből. És én vágytam arra, hogy ne legyek kitaszítva. Én próbáltam, hogy de igenis, hogy én meg tudom csinálni, akármilyen lábam van, ugyanúgy tudok futni, ugyanúgy tudok guggolni. Persze ez fiatalkorban ez még mind ilyen misztikum álom. Szementem az intézetbe, és akkor szóltak, hogy volt bent az anyám. És hagyott nekem 500 forintot.
én meg is kaptam az 500 forintot, és ugye vártam, hogy na mikor fog jönni az anyám. Hát hosszú-hosszú idő után az egyik testvérem bekerült Alsó Zsolcára, és mondja nekem, hogy én a testvére vagyok. Hát én teljesen le voltam döbbenve, hogy mit keres itt a testvérem, de nem sokáig volt ott, mert megszökött az intézetből. Majd utána múltak az évek, egyszer csak szóltak nekem, hogy Vera, itt van anyád. És mondtam, hogy hagyjatok már engem, ne ugrassatok ilyenekkel, hogy itt van az anyám. És mondták, hogy de tényleg itt van az anyád. Harmadik emeleten voltam, és jöttem le a lépcsőn, és akkor anyám így tárt karokkal, hogy jányom. Én azt hittem, hogy az ilyen találkozás sokkal szentimentálisabb lesz, tehát hogy így a szívem a torkomba lesz, meg ilyenek, de nem, semmi. Érzéketlen voltam felé. Viszont onnantól kezdve évekig nem találkoztam vele. Gondolkoztam azon, mert ugye tudtam, hogy semmilyen belaknak. Gondolkoztam, hogy felkeressem őket, már ilyen nagy fejjel, 28-30 éves lehettem, hogy felkeressem őket, de valahogy nem vitt rá a lélek, hogy meg is tegyem, csak a gondolatomba volt. De addig nem mentem el. Abban az időben le kellett vinni az evőeszközt, és ugye mentem le, és a késsel így pörgettem. És mondták a többiek, hogy miért nem próbálom ki a vívást, mert hogy most indul ez a vívó szakasztály a Vasasnál, akkoriban még, és hogy próbáljam ki. Én megmondtam, miért is ne. Fogtam, jelentkeztem, elmentem, egy évig csináltam, nagyon megtetszett, pedig akkor még nagyon kezdetleges volt a vívás, tehát ugye akkor kezdődött, Szekeres Pali vezetésével kezdődött az egész. Egy évig csináltam, és az a akkori barátom miatt hagytam abba. Mert ugye abban az időben, tehát nem kaptunk ösztöndíjat, semmit nem kaptunk ezért. Ez csak szeretetből csinálta az ember. És a párom így mondta, hogy döntsem el, hogy vagy dolgozok és pénzt keresek, vagy pedig éhen halok és vívok. És ezáltal én döntöttem, és azt mondtam, hogy jó, akkor én abba hagyom a vívást, és elmegyek dolgozni. Ez 94 körül volt. Elmentem dolgozni, hogy egy ilyen 8-10 év így kimaradt a sport az életemből, és akkor találkoztam a buszon a Róterikával, aki akkor vívott. Régi iskolatársam volt, és ő mondta nekem, hogy ő sportol. És kérdeztem, hogy mi az, ami sportol. Mondta, hogy vív. És akkor valami, nem, de tehát így mint hogyha egy ilyen valami átment volna a szívemen, hogy ez az, ami hiányzott nekem. Hogy ez az, hogy a sport az, ami hiányzott nekem. És kérdeztem az Erát, hogy hol sportol, hogy én is visszamennék vívni, mert annó én nagyon szerettem a vívást. És így visszamentem vívni. És innentől kezdve ugye az életem jobb lett, tehát belül jobbnak éreztem magam, tehát ilyen kiegyensúlyozottnak éreztem magam. A vívás az egy technikai sport, szóval ott azért nagyon oda kell figyelni, hogy hol tartod a kezed, meg egy észjáték. Jó, minden sport egy észjáték, de ez különösen észjáték, tehát na szóval jó kis sportág a vívás. Nem jöttek még az eredmények, mert 3-4 év, mire hoz valaki egy eredményt, viszont onnantól kezdve tényleg eredményes lesz. Aki nagyon korán, az én tapasztalataim alapján, ha valaki nagyon korán szerzi az érmeket, az valahogy a végén nem lesz olyan jó. Ugye minden sportoló életében a legnagyobb eredmény az az olimpiai érem, hogyha az olimpián ott tudsz állni a dobogón, és én tulajdonképpen arra vagyok a legbüszkébb, hogy 8 év után sikerült az olimpiai második fokára fölállni. És ugye ezt csapattal tettük az akkori vívótársaimmal. Én nagyon büszke vagyok rá. Tehát ehhez képest a többi érmem egy kicsit eltörpült, de viszont a többi érem, ha nincs, akkor nincs az a nagy érem. Tehát a sok kicsinek köszönhetem ezt a nagyot. Ugye a befektetett energiának, a kitartásnak, és annak, hogy nem hagytam magamat. Ez 2012-ben londoni paralimpián ott lettem második helyezett. Egyénibe is voltam, de ugye az tör, ott negyedik helyezést értem el.
Úgyhogy hát fantasztikus. És az amikor tehát amikor megálmodsz valamit, és be is jön az az álom, mert tettél érte, annál fantasztikusabb dolog nincs. Tehát az, amiért hajtasz, gürizzel, igaz, hogy nagyon nagy hegyeket kell megmásznod. Tehát nem csak egy hegyet, hanem hegyeket. Hegyeket kell megmászni azért az álomért, amit elérjél. Fantasztikus. Nem akartam elhinni, hogy én ezüstérmes vagyok, de utána lassan-lassan el kellett hinnem, mert az olimpiai pénz után vettem egy kocsit magamnak. Azt így 3-4 évig még nem hittem el, hogy az az én kocsim. Rá egy 2 évre vettem saját lakást, ami azt se hittem el, hogy az enyém, mert nem akartam elhinni, hogy ahonnan indultam, hogy mi lett. Tehát az, hogy én tényleg egy csóri állami gondozott, háromszoros hátránnyal az életbe, ahol mindenhol belém rúgtak, és most hirtelen kocsim van, lakásom van, és élvezem az életet, élvezem. Romaként, állami gondozottként és mozgáskorlátozottként kellett helyet állnom az életbe. Kaptam a származásom miatt is, de főleg inkább az, hogy mozgáskorlátozott voltam. Tehát inkább ebbe voltam kitaszított. Az állami gondozottat le tudtam tagadni. A bőröm színét nem tudom letagadni, és az se, hogy mozgáskorlátozott vagyok. Voltak pofonok, de én úgy vagyok vele, hogy ismerjék meg az embert. Hogy ne a külsőről ítéljenek, hanem üljenek le velem és beszélgessenek, és akkor meglátják, hogy ez a bőrszín, vagy ez a testi fogyatékosság nem számít. Az ember számít, nem az, hogy kívülről mit látunk. Mert ugye nagyon hamar ítélkezünk emberekről. Én soha nem dicsekedtem azzal, hogy milyen eredményeim vannak, hogy honnan, hova jutottam. Én úgy vagyok vele, hogyha egy roma közösségnek számít az, hogy valaki ki tud törni egy ilyen helyzetből, akkor azt keressen meg más, mert szerintem azért elég sokan látták, meg tudják, hogy mi van velem. De nem keresnek se onnan. Akkor se kerestek, amikor csúcson voltam, akkor se kerestek, amikor alul voltam. Pedig jó példa lehetnék. Azt üzenném minden sorstársamnak, hogy merjenek álmodni. Akármilyen rossz helyzetben vannak, vagy éppen vakarót kell enniük. Nem baj, egyék meg, csak legyen meg az álmuk. És akarják. Akarni kell. Maga a céltudatosság, azt, hogy igenis én akarom, és én ezt meg fogom tenni. Önök a SANSZ esélyegyenlőségi magazint láthatták. Észrevételeiket megírhatják a sansz@9.tv e-mail címünkre, de hívhatnak is bennünket a 0620 297 39 81-es mobiltelefonszámunkon. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, egy hét múlva!